Sziasztok! Ez most egy vlog videó lesz az egész hétről, amíg a Bugyibaton tart, és ez az első nap, amit most bemutatok nektek. Hát az első napról azt mesélném nektek, hogy elolvastam és befejeztem a Jó tetthelyébe című könyvet, és most fogom elkezdeni az Anna Frank naplóját. És hát eddig nem nehéz, mivel már mondtam, hogy a Jó tetthelyébet hamarabb kezdtem egy kicsit, és ezért ez sikerült az első nap befejeznem, tehát egy nap, egy könyv, pipa. Ma elkezdem a következőt, és meglátjuk, hogy mire jutok vele. Itt láthatjátok egyébként a kis szentélyemet. Csináltam magamnak egy kis kávét, hogy jobban bírjam az iramot. Itt vannak, amiket el fogok olvasni, most ez fog következni, és ezzel már végeztem is. Sok könyvet szeretnék befejezni ez alatt a hét alatt, és úgy gondolom, hogy frissen kell felvenni a videókat a könyvélményeimről, mert aztán összekeveredik. Ha több napot várok vele, akkor már nem olyan hevesen vannak bennem az érzéseim, amit olvasás során tapasztaltam. Hajlamos vagyok jobb szívű lenni, úgyhogy most egy Twister projektes videót fogok felvenni, amit a Twister médiának köszönhetek. Kaptam tőlük 3 vagy 4 könyvet olvasásra, ebből 3-at most egyben fogok értékelni egy videóban, amit majd meg is láthattok, és köztük lesz a Jó tetthelyében, mivel már ez volt az utolsó, ami még olvasásra várt a Twister médiától. Azt tudom még elmesélni nektek, hogy itt ebben a szobában szoktam addig olvasni, amíg nem lesz nagyon meleg, és majd láthatjátok a többi kedves olvasósarkomat is. Ez az egyik, én nagyon szeretek ágyban olvasni, mert nagyon kényelmes, és mert nagyon puha az ágyam, de azért mégis annyira kemény, hogy például nem borul ki egy kávésbögre, hogyha kávét szeretnék inni. És hát teljes mértékben jól elférek. Most megyek videót készíteni és olvasni, a következő napokról is fogtok beszámolót hallani tőlem. Sziasztok! Óra, de hamarabb felkeltem azért, hogy tudjak még olvasni, mielőtt el kell mennem intézni az ügyeimet. Úgyhogy kezdem a napot egy kis kávéval, mint mindig. Egyébként nem kora reggel szoktam kávét inni, hanem ebédkor vagy ebéd előtt, de reggel a napot narancslével kezdem, és hát ez a kis kedvenc poharom, ami sajnos nem fog jobban kivilágosodni. Mert nincs benne elég kávé, de ez egy espresso patronás. Tökre! És egy kis süti. Aztán utána indulok a dolgomra, és végre nekikezdhetek a következő könyvnek is. Sziasztok! Ez a 3. nap a BookTube-otomból. Tegnap nem jelentkeztem, mert nem nagyon volt új fejlemény. Elkezdtem olvasni az Anna Frank naplóját, és a mai nap be is fejeztem. De ma egy nagyon mozgalmas napom lesz, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lesz időm olvasni a következő könyvet, de szeretném elkezdeni az Óceán mélyént, és aztán majd meglátjuk, hogy mennyire tudok vele haladni. Másik kedvenc olvasóhelyem, ami a kanapém. Itt van egy cuki kis olvasólámpám, ami állítható fényerőségű. És este már itt szoktam olvasni, mert már nincs itt annyira fény. A másik szobában pedig már túl nagy a fény, és általában nagyon süt a nap, úgyhogy ezért átköltözöm ilyenkor ide. Azért nem erőltetem meg annyira magam. Tegnap is másra is kellett, hogy idő jusson, plusz nem szeretek sokáig egy helyben ülni, úgyhogy így tornázni szoktam két olvasás között. Ezek most sem maradtak el, viszont
azért érzem a nyomást, hogy jó lenne befejezni már még egyet, meg még egyet, hogy úgy biztosan érezzem magam. Hát nem vagyok benne biztos, hogy 5 könyv menni fog ebben a kihívásban, de szerintem 3 biztos, úgyhogy már az is egy jó arány lenne. Meglátjuk, ennyit mára. Sziasztok! Jótékonysági mennyiség. A plázában van egy adománygyűjtő láda. Nagy, sárga töltsőbe gyűjtik az adományokat olyan gyerekeknek, akikre nem kellemes gondolni. Külföldi háborúban lábukat vesztett gyerekek, vagy valami ilyesmi. Bele kell dobni az érmét és elengedni. Az érme legalább egy percig kering a töltsérben, ütemes búgó hangot kiadva, ami egyre erősebbé és intenzívebbé válik, ahogy a pénzérme egyre közelebb kerül a lyukhoz. Egyre gyorsabban forog. Az a sok kinetikus energia mind a töltsér nyakában összpontosul, míg végül úgy zúg, mint egy riasztó, aztán hangtalanul belezuhan a töltsér fekete mélységébe. Én vagyok az a lefelé tartó pénzérme, sikítok a töltsér nyakában, mert csak a saját kinetikus energiám és a centrifugális erő óv meg attól, hogy a mélybe zuhanjak. Negyedik nap. Tegnap befejeztem ugye az Anna Frank naplóját, és elkezdtem az óceán mélyét, aminek a felét gyorsan el is olvastam, nagyon gyorsan, és most fogom befejezni ma, és már kezdenem kéne az új könyvet, úgyhogy már most le vagyok maradva, de nem baj, és az óceán mélyéről annyit, hogy eddig nagyon-nagyon furcsa, de hát mit vártam egy olyan történettől, ami egy skizofrén kisfiút mutat be, de tetszik eddig, az írót egyébként is nagyon szeretem egy másik könyve miatt, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz. Hogyha ezt befejezem ma, akkor 3 könyv pipa az 5-ből, de szerintem 5-öt nem fogok tudni elolvasni, mert az arab elég hosszú, nem is értem, miért azt választottam. Meglátom, hogy melyikbe kezdek inkább bele, az időtől függ, mert sajnos hétvégén nem biztos, hogy fogok tudni olvasni, meg videót kéne vágnom, meg ilyesmi, úgyhogy így lehet, hogy csak egy fér még pluszba bele, de már az is nagyon jó lenne nekem. És minden elolvasott könyvről rögtön megcsinálom a videót, úgyhogy a jövő hét az tele lesz videókkal. Azon gondolkodtam itt, a kis puffomon ülve a könyves polcom előtt, hogy annyira sok könyv van itt, hogy esetleg nem szeretnétek-e egy polc bemutatós videót. Ennyi könyvem van. Ebből nem mindegyik az enyém, mert rajta van a barátom könyvei is, és most nincs is úgy elrendezve, ahogy szokott lenni. Leszoktam róla venni a személyes képeket, de ezt mindegy, most így bemutattam nektek. Hogyha szeretnétek egy olyat, amiben végigmutogatom, a kis apróságokkal együtt, meg minden, akkor írjátok meg, és akkor csinálok majd egy olyat is. A BookTubeTonról visszatérve. Tegnap ugye a délelőttem az teljesen elment, de aztán délután volt időm olvasni, most egész nap lesz időm olvasni, szerintem ezt az óceánmélyt nagyon gyorsan be fogom fejezni, mert nagyon könnyű olvasmány, pici részekre van osztva, és így könnyű olvasni, meg egyébként is nagyon érdekes. Aztán utána meglátom, hogy mibe fogok még belekezdeni, de még nem néztem meg az Anna Frank naplójából a filmet, úgyhogy az ma estére beterveztem, hogy mindenképpen megnézzem még ezen a héten, és aztán holnap újra jelentkezem majd. Sziasztok! Elég csúnya idő lett így délutánra, nagyon dörög az ég, és szerintem nem sokára esni is fog. De én ezt nagyon szeretem. Hogyha olvasok, én mindig azért imánkodok, hogy legyen egy kis eső, mert annyival hangulatosabb így. Most meg egyébként nagyon-nagyon meleg volt, és így jobb, hogy nem kell már bekapcsolnom a ventilátort, mert jön be egy kis hideg. Bár nem biztos, hogy lesz ebből eső, mert sokszor van ilyen, hogy csak dörög, néha villámlik, de mégsem esik. De hát, ha most. Most egyébként befejeztem az óceán mélyét, és ez a kettő maradt a BookTubeTon további részére, de mivel valószínűleg holnap fogok már csak úgy Isten igazából olvasni egész nap, ezért az otthont fogom választani, mert ez mégiscsak rövidebb, mint az arab, ami 500 oldal, de majd jövő héten akkor az arabbal folytatom, és lassan el is fogynak a nyárra tervezett olvasmányaim, de képzeljétek el, hogy fogok kapni a Maxim kiadótól egy könyvet, ami Neil Patrick Harris írása, aki egy híres színész, az Így éltem anyátokban láthatjátok, illetve én a Balszerencse áradásából is ismerem, és így arról is biztos, hogy lesz majd videó, és nagyon remélem, hogy jó lesz, ez egy mesekönyv. Úgyhogy most ez következik, aztán holnap jövök a továbbiakkal. És elérkeztünk az utolsó naphoz. Szóval hétvégén már nem fogom tovább csinálni a kihívást, nekem ez péntekig tartott, mert a hétvégém az foglalt lesz,
vannak elmaradásaim emiatt, hogy minden egyes percemet olvasásra szántam, úgyhogy ezeket pótolnom kell. Én nagyon örülök, hogy ebbe belefogtam, mert kicsit kényszerített arra, hogy gyorsabban és többet olvassak. Persze nem szerettem volna túllépni a saját határaimat. Szerettem volna, ha ez egy pozitív kihívás marad, ami kicsit megpörgeti a nyári olvasmányaimat. Meg a videózást is. Rengeteget videóztam ezen a héten, és ez nagyon jó. Így nagyon sok anyagom van nektek, amit hamarosan majd láthattok. És alig maradt olvasatlan könyvem. Az otthont, hogyha ma befejezem, akkor arról még fogok hozni vlogot. Ugye volt még az olvasásokon kívül két feladat, az egyik az, hogy olvas sapkában. Mindent dokumentáltam nektek az Instagramon, és láthatjátok, hogy olvastam sapkában, bár sokáig nem bírtam, mert baromi meleg volt. A másik pedig az, hogy egy könyvből nézzünk meg egy filmváltozatot. Ezt tegnap teljesítettem, az Anna Frank naplójában néztem meg egy filmváltozatot, egy 2015-ös filmváltozatot. Nagyon tetszett. Volt sírás-rívás a végén, nagyon szívszorító volt és könyvhű. Persze nem rakhattak bele mindent, ami számomra megragadt és fontos volt a könyvben, de így sem éreztem azt, hogy hiányérzetem lenne. Annyira nem voltam elragadtatva attól, ahogy Annát ábrázolták, de úgy gondolom, hogy egy film nem adhat vissza egy karaktert annyira élesen, mint a saját naplója, ami több száz oldalon keresztül taglalja, hogy mégis milyen ő. Úgyhogy nagyon ajánlom nektek egyébként a filmet és a könyvet is, mert nekem ez egy hatalmas élmény volt a BookTubatonon. Örülök, hogy elolvastam. Napon kezdek kicsit kifulladni, és bármi más szívesen csinálok, mint hogy leüljek olvasni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy elkezdem összegezni az eddig olvasottakat a 7 pont alapján, ami a BookTubeomban meg van szabva, úgyhogy nézzük, hogy miket teljesítettem már. Az érmefeldobás ugye megvolt, és akkor kiderült, hogy az Anna Frank naplóját fogom olvasni először, ami második, mert először befejeztem a zöldborítós könyvet, ami a jótett helyébe volt. Na, ezt ugye nem végig a kihívás alatt olvastam, de azért elég méretes részét még a BookTubeomon olvastam, úgyhogy ez volt az első könyv, amivel végeztem, és amivel kilőttem egy pontot. Aztán ez volt az a könyv, amiből készült film, és amit utána meg is néztem a tegnapi napon, úgyhogy ez is Pipa. Legszebb gerincű könyv az óceán mélyén volt, és ugye a sapka is megvan, azzal is olvastam már a fejemen, és aztán kellett egy könyv, amiben az van, amit szeretnél csinálni, és akkor az otthont választottam, amiben nagyon sokfelé utazik a főszereplő lány. Ezt olvasom most, és remélhetőleg még a mai napon befejezem. A 7 könyv helyett 5-öt jelöltem ki, abból valószínűleg csak ezt a 4-et fogom tudni elolvasni, de ez is teljesen jó. És ezzel meg is van az összes pont a BookTubeomból. Most akkor megyek is visszaolvasni, és aztán majd még jelentkezem. BookTubeomon a mai nappal. Sikerült befejeznem az Otthon című könyvet. BookTubeomon keretén belül 5 nap alatt elolvastam 4 könyvet, méghozzá Jenny Taylortól az Otthont, a Jók és Rosszak iskolájának utolsó részét, az Óceán mélyént és Anna Frank naplóját. Ez szerintem egy egészen jó teljesítmény. Az elmúlt napokban nagyon kevés időt töltöttem más dolgokkal az olvasáson kívül, ami nem baj, de most kell egy kis pihenő, úgy érzem. Köszönöm szépen, hogy végigvettétek ezt a kihívást, nagyon örülök, hogy megcsinálhattam. Sziasztok!